Jordan Peterson világhírű kanadai pszichológus és kutató, a Torontói Egyetem professzora ott hagyta a munkahelyét. Ennek okait pedig egy cikkben összegezte, amely a Mandineren jelent meg. Azt gondolom, hogy Jordan Peterson írása az elmúlt évek egyik legfontosabb írása. Ebben ugyanis összefoglalja mindazt, amit az egyetemi világgal, a tudomány világával, és igen, az egész életünkkel műveltek az elmúlt években az úgynevezett progresszívek, a megvilágosodottak és a világ megváltók. Jordan Peterson egyebek mellett arról beszél, hogy megszüntették szinte teljes egészében az objektív teljesítmény mérést, mind a felvételiknél, mind pedig a vizsgáknál, és így aztán az egyetemekre olyan alapon kerülnek ma be hallgatók, hogy milyen a bőrszínük. Igen, gyakorlatilag erről van szó. És ez olyan ügyeket szül, például beszámol arról, hogy fölvettek egy egész évfolyamot pszichológia szakra, akik mindjárt az első fél év végén a statisztika vizsgájukat egész egyszerűen nem voltak képesek abszolválni. Egyetlen egy hallgató sem. És tudják, hogy mi volt erre a reakció? Arról kezdtek beszélni az egyetemen, hogy a statisztika az egy ilyen fehér felsőbbrendűséget képviselő, rasszista tudomány, és azt el kell felejteni. A legmegdöbbentőbb talán ebben az írásban pedig, hogy Peterson Putyin egyik interjújából idéz hosszú részletet. Putyin pedig elmondja, hogy döbbenten nézi mindazt, amit a nyugat művel, ugyanis ők ezt már 1917-től kénytelenek voltak egyszer átélni. Igen, mert a bolsevikok ugyanezzel az elmebeteg küldetéstudattal fogtak hozzá, hogy az egész társadalmat átalakítsák. És nem csak a tulajdonviszonyokat és a társadalmi viszonyokat, ó, dehogy, a hagyományokat és az erkölcsöket is. És, mondja Putyin, üzenvén a nyugatnak, ne csináljátok ezt, mert egyfelől nem fog sikerülni, másrészt ebből csak tragédia születhet. A 21. század elején ott tartunk, hogy a volt KGB ezredes, a mai orosz elnök mondja ki az igazat, és mondja el a nyugatnak a legfontosabb figyelmeztetést. Ezt pedig Jordan Peterson, egy világhírű pszichológus, tudományos professzor, kutató idézi, aki ott hagyta a munkahelyét évtizedek után, mert egész egyszerűen nem bírta elviselni azt, ami ott folyik. Gondolkodjatok!